Május 30-a vasárnap, gyereknap. Hajdúböszörményben is megünnepelhetjük ezt a napot, a fürdőkertben, a Palinta játszótéren. Programokkal készülnek a szervezők a gyerekek számára, amelyekről részleteket Varjasi Gergely ügyvezetőhelyettes árult el. Nagy örömünkre idén újra megrendezhetjük a gyereknapot, ugye tavaly éve a járványhelyzet miatt elmaradt, viszont idén mindenképpen szerettük volna megtartani, hiszen fontos, hogy a gyerekek is újra találkozhassanak, átélhessenek olyan élményeket, ami a gyereknapon nyilván fontos. A szabályozásokról nyilván annyit, hogy ugye a hatályosok szabályok alapján fogjuk megtartani a gyereknapot. Az 500 fős határt, ahogy a kormányrendelet szabályozza, ezt be kell tartsuk. De természetesen törekedtünk arra, hogy mindenki részese lehessen a programnak, ezért online is lesz közvetítve az egész napos program a Szabadhajdú Facebook oldalán. Milyen programok lesznek majd? Hát nyilván gyereknapon a szokásos gyerekzenekar, így fel fog lépni a Csicserés Borsó zenekar, itt lesz velünk Majoros János, aki egy sportbemutatót tart, az Ortiki Báb Színház egy ilyen óriásbábos bemutatót tart, de a helyi művészeti csoportok közül a Mazsorett Együttes is tart egy bemutatót, illetve a Panoráma Party Show-ben Zollár Zsoltival, akit az X-Faktorból ismerhetünk, kiegészülve egy ilyen rövid kis koncertet fog tartani, hogy ne csak a gyerekek, hanem egy kicsit az idősebb is korosztály is szórakoztasson. Maga a helyszín ugye a Palinta játszótér lesz. Én azt gondoljuk, hogy ez egy ideális helyszín ennek a 500 fős rendezvénynek, és a gyerekek ugye használhatják majd itt a háttérben látható játékokat is természetesen mellette, illetve aszfalt, hát nem versennyel készülünk, hanem ugye csak aszfalton lehet majd rajzolni. Egy kis ajándékkal természetesen, aki részt vesz az aszfaltrajzban, azzal készülni fogunk.